Mosonmagyaróvárváros önkormányzata, a Flash Nonprofit Kft., a Movinov Kft., a civil szféra képviseletében az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesülete, az első Mosonmagyaróvári Tornaegylet 1904, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, míg a vállalkozói szféra képviseletében a Szabó és Társa Belső Építészeti Kft., a Dzsungelország Kft., a Wittmann Robottechnika Kft. És a Künemező Gazdasági Gépgyár alkotja a nemrégiben megalakult helyi akciócsoportot. A HACS a területi operatív program keretében kapott lehetőséget arra, hogy nagyobb összegre adhatja be pályázatát, ami a helyi közösségi terek fejlesztésére, valamint a közösségszervezésnek adna egy lökést. Mosonmagyaróvár méretű város által elérhető támogatási maximumit megközelítő 800 millió forintot. Ugye azért 800 millió forint ezen tervek vonatkozásában nem egy csekélység. Persze, hogy a pályázat eredményeképpen ez mennyiben fog realizálódni, ezt még ma nem lehet tudni. Lényeg az, hogy ennek a pályázatnak előfeltétele volt, hogy létrejöjjön egy helyi akciócsoport, ami ezeket a közösségi fejlesztéseket majd befogadni, elbírálni, priorálni tudja. A pályázatokban lehetőség nyílik fejlesztésekre, közösségi programok támogatására, közösségi terek megújítására, valamint a helyi civil szervezetek programjainak támogatására. Ami majd úgy valósul meg, hogy ha elnyerünk egy bizonyos keretösszeget erre a dologra, akkor ezen prioritások mentén pályázatok lesznek kiírva, és erre fognak tudni pályázni az egyes mosonmagyaróvári közösségek, amik ezek program keretébe beleférnek. Tehát én komolyan nagy reményeket fűzök hozzá, hisz erre a célra ugye nem olyan régen, legutoljára, de ugye az Agora fejlesztés kapcsán érkezett egy nagyobb összeg. A polgármester úgy látja, mivel első körben sikerült a pályázatot benyújtani, ezért forráskimerülés okán nem lehet azt elutasítani. A pályázat keretében elkészítendő helyi közösségi fejlesztési stratégia jelentős mértékben hozzájárul Mosonmagyaróvár kulturális és közösségi életének fejlődéséhez. A tervezési folyamat során több fórumot, valamint kérdőívezést szerveznek majd.